Jövő szombaton rendkívül látványos és extrém bemutatókat láthatnak a debreceniek az Olá Gábor utcán. Másodjára rendezik meg a Dese BMX Freestyle országos bajnokságot a Debreceni Extrém Sport Egyesület szervezésében. Vendégeim a stúdióban Nagy Zsolt, az egyesület elnöke, és Fésűs Bence junior versenyző. Sziasztok! Mi már azért korábban ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk a következő percekben. Hát Bence, akkor először is hozzád fordulnék. Milyen versenyszámban fogsz indulni, és hol tart most az izgulás? A junior versenyszámban fogok indulni, és annyira nem izgulok, mert már voltam több versenyen, két versenyen voltam, az előtti országos versenyen, meg a Garden Skate Parkban egy nyáron, ugyanígy egy ilyen versenyen. És ezek hogy sikerültek? A Gardenben lettem 6. helyezett, és a országos versenyen pedig lettem utolsó előtti tavaly. Ó, az a 6. helyzet azért az úgy nagyon, nagyon jól hangzik. És most milyen eredményre számítasz? Meg egyáltalán ismered az ellenfeleidet? Igen, az összes ellenfelemmel legalább egy köszönő vagy egy beszélgető viszonyban vagyok. És egyébként YouTube-on így, nem tudom, tesznek fel videókat, vagy így utána nézel, hogy ki mit tud? Látni szoktam egy-két videót, és ami így megtetszik, azt néha meg szoktam nézni, meg így szoktam nézegetni, igen. De leginkább csak az ilyen nagyobb BMX-eseket szoktam nézni. Zsolt, hol tartanak most egyébként az előkészületek, meg egyáltalán az egyesületből hányan fognak versenyezni jövő szombaton? Az egyesületből 6 ember fog versenyezni, 3 kategóriában, a juniorba, amatőrbe és a profiba. A pályát az idén átépítettük, megbővítettük egy pár nagyobb elemmel, ami egy kicsit ilyen rangosabb versenyt fog most adni. És mennyire lesz látványos? Hát mi ugye nagyjából azt látjuk, így laikusak, hogy biciklis akrobaták lesznek ott ezeken a pályákon. Miben mérhető a látvány? Egy kicsit hozzuk meg a kedvet a nézőknek. A debreceni versenyzők még nem régóta gyakorolnak, szépen lassan hozzuk őket felfelé. Akik viszont érkezni fognak, azok rengeteg gyakorlás után, esés után vannak, és nagyon-nagyon sok új trükköt tanultak meg az idén. Tavaly, hogyha jól emlékszem, akkor volt szabad trükk is, ugye, hogy szabad trükköket mutattak be, most lesz verseny. Az? Igen, igen, az idén is lesz egy best trükk verseny, még kicsit szervezés alatt áll, az mindenféle kategóriából indulhat az emberek, és egy trükköt, amit úgy érez, hogy különleges, az 3 próbálkozásra megpróbálja, és ha sikerül, akkor a legjobbat díjazzák. És mennyire látod egyébként kreatívnak a srácokat? Hát most Bence, Márkó, ők két amatőr, vagy két junior versenyzőnk, ők nagyon-nagyon sokat fejlődtek az utóbbi időben. Kicsit szerencsés, hogy a házi pályánkon lesz a verseny megtartva, jobban ismerik a vonalakat, megpróbálunk minél több trükköt beépíteni az egyperces időben, és mindenhol minden valami különbözőt lássanak a nézők. Ezekben a napokban, Bence, most hány órát edzel? Hát igazából én kimegyek olyan délbe, a legnagyobb kánikulába, mert a verseny is mindig olyan meleg lesz. Azt mondja nekem mindig Zsolt, hogy azért kell ilyen melegbe edzeni, mert a verseny is mindig ilyen meleg lesz. És igazából amíg adja meg, amíg van erőm, tehát ilyen egy óra, már 2,5 óra között szokott lenni. És az a teljesítményeteket egyébként nem veti vissza, hogy ennyire meleg van, vagy pont azért szokatjátok magatokat hozzá? Pont azért szokatjuk magunkat hozzá, hogy kicsit legyünk egy stabilabbak a pályán. Emlékszel rá, hogy mikor kezdtél el először BMX-en trükközni? Hány éves voltál akkor? Leginkább 2 éve kezdtem el biciklizni, 1 éve kezdtem el rendszeresen is sportszerűen biciklizni, és abban az első évben úgy volt, hogy vannak egy-két osztálytársam, akik ugyanúgy elkezdtek biciklizni, de először csak ilyen homokugratón kezdtünk el biciklizni, ott csináltunk egy-két trükköt, ugrattunk, és utána kijöttem erre a pályára, ami még készülőben volt, akkor még csak egy félcső volt ott. Kimentem, egy kicsit segítettem, és utána megint elmentem dörtözni a haverjaimmal, mert ugye, hogyha ilyen homokugratókon ugrálunk, akkor az dörtnek nevezik. Utána visszamentem, nem örültek, hogy elmentem, de egy kis idő után jobban befogadtak és megbocsájtottak nekem, és utána elkezdtük építeni a pályát. Jött az első OB, ott egész jól szerepeltem, akkor még nem voltak elvárásaim, most van egy ugye, hogy a top 5-ben benne legyek, az első most idén az elvárásom, és igazából ennyi. Bence, azt jól látom, hogy itt nem tetoválás van rajtad?
Ez mikor és hogyan sikerült szerezni? Ez 3 napja, ez még egész friss. Ez úgy volt, hogy transferbe akartam kápézni, vagyis egyik az ugratóból a másik ugratóba akartam csinálni egy kormánypörgetést érkezőbe, de átmentem érkezőbe, nem fogtam meg erősen a kormányt, és kicsúsztam oldalra, és végig súroltam a kezemet. Ez sűrű egyébként, hogy így mész haza is? Nem biztos, de leginkább ilyen kisebbek, tehát ennek a, például ennek a fele, tehát ez nincs, hanem csak ennyi. Tehát ilyenekkel szoktam inkább. De ez csak maximum egy hónapban egyszer, ha van ilyen sérülésem, vagy kisebb amúgy, úgyhogy esni el szoktam, de ilyen nagyobb sebeket szóval nem szoktam szerezni. Ez egyébként mennyire kivételes, hogy ahogy mondta Bence, hogy 1-2 éve trükközik ugye a kerékpárokkal, hogy ennyi idő alatt el lehet jutni egy országos bajnokságra? Hát az internet miatt, a YouTube segítségével igaz, nagyon-nagyon-nagyon hamar fel tudnak fejlődni, látják a lehetőségeket, a tempót, hogy mennyivel kell egy ugrást elvégezni, milyen tempóval kell elvégezni, látják, hogy milyen trükkökből, milyen trükköket lehet kialakítani, és nagyon-nagyon fejlődik ez a sportág, és a kerékpárok is egyre alkalmasabbak, egy ilyen segítik a munkát, hogy minél jobban megtanulják ezeket a fiatalok. Azt lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy ez egy olimpiai sportág. Mióta az egyébként? Most volt Tokióban az első olimpia, és 3 év múlva, vagy most 2 év múlva, mert igaz csúszás volt, lesz a következő Franciaországban. Lehet, hogy korai még ilyet kérdezni, de akár egy Bencéből kinézen az, hogy olimpiai bajnok is lehet? Hát, hogyha még ő egy kicsit küzd, és eljár különböző nemzetközi versenyekre, ahol pontokat tud szerezni, akkor a pontjai alapján a Magyar Kerékpár Szövetség persze természetesen beregisztrálja egy ilyen olimpiára is. Közben itt látjuk a képeket, tehát valóban nagyon, nagyon látványos. Azt mondd már még el, kérlek szépen, hány városból érkeznek, és összesen akkor hányan fogják megméretni magukat szombaton? Pontosan nem tudom, hogy hány városból érkeznek, de azt tudom, hogy a gyerekek 10-esével jönnek buszokkal. Különböző ilyen BMX iskolák vannak országszerte, és már most is voltak a múlt héten egy 10-es csoport, egy budapesti iskola, tetszett nekik nagyon a pálya, nagyon sok lehetőség lett most hirtelen benne, és gyakorlatilag úgy látom, hogy nagyon boldogan indultak haza, hát mi próbáljuk Bencével felvenni igaz a harcot ellenük, láttuk, hogy miket gyakoroltak, milyen trükköket próbálnak, még picit ráraktunk, hogy könnyebb dolgunk legyen. Egyébként kik az éllovasok ebben a sportágban, melyik nemzet, és kihez szeretnétek még inkább ugye felzárkózni? Hát vagy egyáltalán angol, magyarok? Angolok, amerikaiak, ausztrálok, akik most. Ugye azt is említsük meg, hogy nem csak kerékpárosok használják a parkot. Mennyire látod, hogy mennyire van kihasználva? Hát az egyesületünknek a fő célja, hogy az utcai sportokat foglalja egybe, és egy ilyen pályát adjunk a versenyzőknek vagy sportolóknak, hogy igaz ne az utcán próbálják ezeket a gyakorlatokat. Hát megmondom, kontrollált felügyelet alatt, mert így van, csak akkor van nyitva a pálya, ha az egyesület egy idősebb tagja igaz kint van, és felügyelet alatt lehet ezeket a dolgokat végezni. Szeretnénk összefogni minél több extrém sportolót, és szeretnénk minél több versenyt rendezni. Most gondolkodunk jövőre a roller versenyen, aztán majd meglátjuk. Ezt jól látom egyébként, hogy egyre népszerűbb ez a sportág, illetve ugye nem sokára át fogják adni a Tócóvölgyben az új extrém sportparkot. Mondhatjuk azt, hogy még inkább vonzó lesz ez a sportág? Igen, én is úgy érzem. Egy másabb jellegű pálya lesz, ez egy ilyen utcaibb kivitel lesz, ami pont arra a célra fog szolgálni, hogy igazán a lakótelepnek a közterületeket rongálják. Srácok, kényszerből. Ezután, az országos bajnokság után lesznek-e, vagy tudtok-e már versenyeket, amikre már most elkezdtek készülődni, akár nemzetközi versenyek, mik a további célok? Hát most volt egy verseny, ami pont a mi versenyünk előtt lett volna, de elmaradt. Amit tudunk, az még majd kicsit későbbi időpontokban lesz. Lesz egy hét múlva egy hajdúböszörménybe, az egy kicsit magasabb pálya, kevesebb elemből áll, de magasabb pálya. Hát majd meglátjuk, hogy ott mit tudnak a srácok. Hát akkor nagyon sok sikert kívánunk a szervezéshez, illetve Bence, hát reméljük, hogy nem csak a top 5-ben leszel benne, hanem azt az első helyet is akár sikerül megszerezni, és hát utána ígérjük, hogy akkor majd beszámolunk róla. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok nálunk.
Kedves nézőink, eddig tartozom az esti közelkép. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!